Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Előadásom címe Kádár és a határon túli magyarok a propaganda alapjai. Ez a cím alapvető kérdéseket vet föl. Pontosabban szólva tisztázni kell egy alapvető problémát: Azt tudni ők, hogy volt-e bármiféle propaganda a határon túli magyarokkal és a trianoni traumával kapcsolatban. Nos, ahogyan az a kommunizmusban már csak venni szokott volt, természetesen akadt ilyesmi, de ne, tömegpropagandára gondoljunk. Ebben az előadásban nem is az ilyen vonatkozású propaganda nehezen megfogható, inkább a kulisszák mögé behúzott, sorok közé rejtett üzeneteiről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy melyek voltak azok a tényezők, amelyek ennek az alapját képezték. Mi volt a hozzáállásuk alapja? Az első állításom ezzel kapcsolatban az, hogy a kádárizmus alapvetően antinacionalista volt. A kezdőpont természetesen 1956. A kommunistákat ugyanis az a rendkívül kellemetlen meglepetés érte, hogy az egész nemzet kelt föl elnyomó önkény uralmuk ellen. Vagyis 1956 nem egyszerűen forradalom volt, hanem nemzeti szabadságharc, függetlenségi háború, amely a Szovjetunióval szemben folyt. Az 1956. december 6-i nyugati pályaudvarnál vezajlott véres provokáció után Kádár így dicsérte meg Csémi Lajost, a pufajkások egyik főnökét, az eseményekben részvő karhatalmi ezred parancsnokát idézem, alapjaiban megmutatták a magyar fegyveres erők erejét, a karhatalom erejét. A tevékenységük után, akik golyóval a lábukban vagy összetört orcsonttal mentek haza, nem az oroszokat szitták, hanem a magyarokat. Ennek megfelelően a magyar karhatalmisták december 6-án a nacionalizmus vábaló húzták ki a talajt. Idézett vége. Tehát, amivel szemben a kádárizmus meghatározta önmagát, az nem volt más, mint a magyar nemzeti szuverenitás gondolata. Ez Tito Marsal november 11-én az isztriai pártaktíván a maga két kulcsos módján ki is fejezte. Idézem, látható, hogy milyen szörnyű ellenállásra képes egy nép, még ha kell, puszta kézzel is, ha a szabadság és a függetlenség kivívása a célja. Már az sem érdekli, hogy milyen függetlenségért harcol, hogy az országba visszajön a burzsóázia, és visszaáll a régi reakciós rendszer, csak hogy kivívja a nemzeti függetlenségét. Idézet vége. És végül, hogy egy utolsó 56-os szereplőt idézzünk, Nagy Imre, ezt a snagovi tépeődéseiben szintén világosan leírta, idézem, a népek és országok a szocializmust is csak úgy hajlandók elfogadni, ha az biztosítja, vagy meghozza nemzeti függetlenségüket, szuverenitásukat, egyenjogúságukat. A magyar tragédiának az a lényege, hogy a szocializmus és a nemzeti függetlenség eszménye szembe kerültek -e egymással, idézett vége. Nos, ebben nagy Imbrének igaza volt. Csak hogy nem egyszerűen 1956 kapcsán került szembe a szocializmus a magyar nemzeti gondolattal. Itt most tekintsünk el attól, hogy a szocializmus alapvetően mindig és minden nemzeti gondolattal szemben áll. Másról van szó. A második állításom ebből következően, hogy az 1956-os fordon mindössze rátett egy lapáttal az 1945 után kialakult szovjet hatalmi övezet belső viszonyait illetően a magyar helyzetre. Ehhez engedjék meg, hogy felidézem a többi csatlós, illetve kommunista ország helyzetét. A legtisztább értelemben Csehszlovákia volt győztes, hiszen állami vétezése állt helyre 1945-ben. Igaz, területeket vesztett Kárpátalját, de az csak a Szovjetunió javára. Ezzel szemben kitelepíthetett 3 millió szudétanémetet és 200 ezer felvidéki magyart. Vagyis a nemzeti önmegvalósítás a szláv egységállam fontos céljait kipipálhatta. Tovább menve, Lengyelország még győztes mi voltában is kisé ellentmondásos helyzetben volt, hiszen jelentős területeket vesztett a Szovjetunió javára, viszont Németországtól szinte ugyanakkora és talán értékesebb területekhez is jutott. Ez volt Lengyelország eltolása nyugatra, hogy nevezték. Innen a lengyelek 7-8 millió németet telepíthettek ki. Románia elvileg vesztes volt, és Beszarábiát és Bukovinát meg kellett hagynia a Szovjetuniónak, de visszakapta észak érteit, ami sokkal fontosabb volt az előzőeknél számára. Jugoszláviában is annyiban a szocializmus jelentette a nemzeti önmegvalósítást, hogy helyreállt az állami egység, megszerezték a teljes dalmáciai partvidéket Zára, vagyis Zadar városával együtt, az ugye Olaszországhoz tartozott az első háború után, illetve Fiumét az Isztriai félszigettel együtt. Ezen kívül itt is sor került németek, olaszok, magyarok és albanok, tehát nem délszlávok, elleni etnikai tisztogatásokra, illetve elüldözésükre. Tovább menve a következő csatós országra, az NDK kényes kérdés, tehát a német kommunista állam, de itt a szocializmus alternatívája az a teljes megsemmesülés volt. Végül Bulgária volt az egyetlen olyan csatós, mármint Magyarországon kívül, ahol szinte semmit nem hozott a nemzeti programból a szocializmus, talán azt az egy gyomorúságos eredményt veszámítva, hogy szabad kezet kaptak a török kisebbséggel szemben de Magyarországon semmilyen nemzeti programpontot nem hozott be a szocializmus, pontosabban ezek megvalósítását, a svábok kitelepítését én nem ö, számítom, és nem is számíthatjuk ide. Elvileg a földosztás lett volna az egyetlen ilyen nemzeti ö, programpontok közül megvalósuló történet, de ez visszás módon ment végbe, és három évenből visszájára is fordult. A tss első kampányainak beköszöntével, a padvás és a kulák listák korszakával. Mivel a második világháború előtt a magyar nemzeti eszme és a nemzeti program szerves része volt a revízió, ezért a magyarországi szocializmus ezzel szemben is határozta meg magát, és ennek folyamányaként a határon túli magyarok és áthidalhatatlan problémát jelentettek ebben a keretrendszerben. A magyarországi szocializmus, ha egy szoftvernek, egy alkalmazásnak tekintjük, akkor a szoftver írói, az alkalmazás gyártói és telepítői közül érdemes Andropov elvtársra hivatkozni, aki verifikálni fogja a téziseinket, Különösen pedig azt, hogy 1956 húzta ki a gyufát igazán. Most egy hosszabb idézet következik Andropov elvtárstól az ellenforradalmi agitáció hatására, amely a régi Rákosi Gerő vezetésnek a nemzeti politikában elkövetett hibáit, valamint a szovjet-magyar kulturális kapcsolatok szervezésében meglevő hiányosságokat is igyekszik kihasználni, az ország lakosságának a jelentős része a nemzeti Részében a nemzeti érzések még mindig szerföld kiévezett állapotban vannak. Magyar népkörében széles körben népszerű a Kossuth címer szimbolikája, amelynek értelmében nagy Magyarországnak magában kell hogy fogalnia a jelenleg Romániához, Csehszlovákiához és Jugoszláviához tartozó földeket. Erősen propagálják a háromszínű zászlót és Szent István koronáját, mint a magyar nép szimbólumait és relikviáit. A reakciós propaganda saját céljai érdekében igyekszik felhasználni az 1848-49-es felszabadító időszak magyar antifeudális forradalmának régi magyar nemzeti hagyományait, Petőfi verseit, Kosút és a forradalom más résztvevőinek kijelentéseit. A munkásság nacionalista érzelmű részének nyomására a kormány nemzeti ünnepén nyilvánította március 15-ét. A lakosság újra énekelni kezdte a vallásos és nacionalista színezetű magyar himnusz kölcsei szövegével. Itt Andropov zárójelben teszi hozzá, eddig a himnusz szöveg nélkül játszották. A nacionalista érzelmek jelentős mértékben Magyarország szomszédai, Románia és Csehszlovákia ellen irányulnak. De ezen érzelmek fő meghatározó momentuma a szovjet ellenes irányultságuk. Kérem szépen ezt a nagyköveti jelentést 1950. január 11-én készítette Andropov. Számára a forradalom olyan traumát jelentett, amelyet a történészek azóta Andropov szindrómának neveztek el. Az említett szövegben gyakorlatilag minden, ami a magyar nemzeti jelképrendszert alkotja, gyanús elvetendő nacionalista, sovinista reakciós. Nyugodtan mondhatjuk tehát, hogy a mi trianon szindrómánk tulajdonképpen antropovtár szindrómájának egyszerre reciproka és következménye. Menjünk azonban tovább a harmadik ö, állításhoz. 1956 után ugyanis az újra berendezkedő kommunista rezsim hátrébb csúszott a szovjetek által felállított rangsorban. Pontosabban hátrébről indult. Nem csak a Szovjetunióval szemben kerültünk, ugyanis alárendelt helyzetben, de némileg a többi csatlós országgal szemben is. Hiszen Lengyelországban Gomulka elvtársnak sikerült pártvonalon belül megoldani a lengyel októbert. Csehszlovákiában már május 1-én őrizetbe vették az egyetemistákat, októberben meg sikerült tartani a gyepőt a Prágában, Pozsonyban utcára küldött tankokkal. Románia meg éppen proaktív módon járt el a magyar forradalommal szemben. Ráadásul, bár a forradalom kitörését odahaza sikerült megakadályozni, azért stréber módon még egy megtorvás rendezésétől sem riadtak vissza. Tehát nem volt forradalom, mozgolódás volt, de megtorvás azért volt. Ráadásul arra a következtetésre jutottak, amit Nagy Imre is mondott, és ezért a kommunizmust elkezdték nem hogy nemzeti, de inkább soviniszta, magyar ellenes alapon építeni. Jelen előadás keretében csak említeni tudjuk azt a román stratégiai törekvést, amelyben Magyarország és általában a magyarok és a magyar nemzeti eszme a főelvenség, amelynek rovására meg kell valósítani a román nemzeti kiteljesedést. Azt a korábbi folyamatot is említeni kell, melynek keretében a román kommunisták mindenáron biztosítani igyekeztek Erdélyt, mert ott motoszkált a fejükben, nem csak az, amikor 44 őszén, 45 tevén északkerdei négy hónapig tartó balos különúton járt, hanem még az 1940-es esztendő különálló Erdélyre vonatkozó szovjet tervei is kísértették őket. Tovább menve, még 1956 előttre nézve, Rákosinak többször is mosakodnia kellett a román elvtársak előtt azért, mert annak idején a párizsi béketárgyalásra készülve, Sztálin sugalmazásának megfelelően megpendítettek némi területi igényt Romániával szemben, amiről azután a gazda első intésére persze be is mondtak. 1956 kapcsán arra is utalni szeretnék, hogy a román elvtársak, főként Walter Román, született Najlander Ernő, Nagy Imre Kominternes barátja, az Erdély önállóságát tervező memorandum benyújtója Vitvinovhoz, milyen szerepet játszott az 1956-os forradalom leverésének előkészítésében, illetve milyen segítséget nyújtottak a román elvtársak, a magyar elvtársaknak Nagy Snagovi Sznagovi internálásával. 56 után pedig a román szekuritáte Wilhelm Einhorn, vagyis Einhorn Vilmos vezetésével több száz munkatársat küldött magyar földre, hogy segítse a belső reakció elleni elhárítás újjáépítését. Ezt mindannyian tudjuk, hogy mit jelent. Mindezt a néhány román második világháborús emlékmű óvatása Magyarországon 1958-ban, például Debrecenben vagy Megyaszón, illetve Kádárék ugyanebben az évben folytatott megalázó romániai látogatása. A harmadik tézisen veveje tehát, hogy a szovjetek történelmi galaxisán belül Magyarország elsősorban a románokkal szemben is alárendeltségbe került. A negyedik tézisem, hogy egy szilárdabb talajt érzett a lába alatt Kádár, ebből a dupla alárendeltségből a szimpla alárendeltség felé akart kibújni, vissza különösen amikor ezt a románok különutas taktikája lehetővé tette, 1968-tól lett ez nyilvánvaló, amikor Csauseszkújék látványosan kimaradtak a Varsói Szerződés csehszlovákiai bevonulásából. Csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy 68-ban két dolog is indokolta a megszállást követően a magyar megszálló erők hazahozatalát. Tehát meg volt a bevonulás, a rendteremtés, majd utána elkezdték tervezni a hazahozást. Szücs Ferenc nagy a szovjet déli hadseregcsoport csoport főparancsnoka melletti magyar összekötő tiszt 68. szeptember 2-i jelentésében a következőt írta. Felvetem még a mi szerepünket. Minden benyomásom szerint az egész akción belül a németek részvétele után a mi részvételünk érinti külön és a legmélyebben a vezetőket és a közvéleményt. Ennek két alapvető oka lehet. Az egyik a történelmi terhetség, a másik a közelmúlt eseményei. Feltetően meg kell keresnünk azt az időpontot, amíg a csehszlovák helyzet és a nemzetközi munkásmozgalom a csehszlovákiai magyar kisebbség érdekében hasznos az ítőjétünk, és egy perccel sem maradni tovább. Véleményem szerint minél hamarabb következik ez be, annál jobb, idézet vége. Ez volt az egyik ö, okcsoport. A másik dolog, ami a hadosztály hazahozatalát indokolta, hogy időközben Jugoszlávia és Románia részveges mozgósítást rendelt el, sőt Románia részéről megélénkült a hírszerzők turistaként Magyarországra küldése. A Romániával szomszédos Magyarországi megyékben pedig a magyar politikai rendőrség alosztályai megkezdték a Romániára vonatkozó adatgyűjtést, benne az erdélyi magyarok sorsára vonatkozó információkkal. Ráadásul a magyar vezérkar a megszállás időszakában euh, kidolgozott egy Delta fedőnevű hadműveleti tervet, amely a csehszlovákiai megszállás további. Euh, fenntartásával, tehát a magyar megszálló hadosztály további csehszlovákiai alkalmazásával egy időben számolt a jugoszláv és román támadás elhárításával. Ezt megismétlem, 68-ban a szocialista magyar néphadsereg vezérkara már román támadás elhárításával számolt. Most jön az ötödik pont. Egy pillanatra tegyük félre a magyar-román viszonyrendszert, és vessünk egy pillantást magára Kádára. Ez lesz ugyanis az ötödik tézis, és ígérem, hogy a hatodik tézisnél már a több eddigi állítás találkozni fog. Tehát, mit gondolt Kádár János maga erről az egészről? 1956. november 3-án éjszaka a Kremlben tartott meghallgatás során a nem hivatalos jegyzőkönyv magyar készítője a következőt jegyezte föl Kádár szavaiként. Idézem, nemzeti érzés sokszor megbántottuk, címer, forma, erdély, felvidék. Na most ezt vessük össze Andropov magyar ellenes ömlengéseivel. Az említett romániai hivatalos túrnén, már mint 1958-ban, Kádár viszont már így beszélt, az akkor háromnegyed részt magyarok lakta Marosvásárhelyen, a tartományi káderekkel folytatott megbeszélés előtti pohár köszöntőjében. Idézem, itt laknak magyar származású emberek is. A nacionalizmus mélyen él az emberek gondolkodásában. A magyar államot érdekli, hogy mi történik a határon túlélő magyar származásúakkal, de persze érdekli a cseh, a szlovák, a román dolgozók sorsa is. Idézet vége. Mondhatjuk azt, hogy Andropov ö, szindrómája nem marad hatás nélkül. Ugorjunk most tovább az időben 1964-re. Ebben az évben, január 7-én az MSMP politikai bizottságában az ő és fő témája eredetileg Ruszcsov egyik újabb, egészen extra javaslata volt, amely szerint a nemzetközi jogban a háborút törvényen kívül helyezné. E tárgyban intézett a csatós országok vezetője az levelet, és a PB tagjai a levélre adandó válaszon törték a fejüket. A fejtörésre az adott okot, hogy a Rousseau-féle levélben szó esett a határkérdésekről is, persze igazából az NSZK-ra és az Odera-Neisse vonalra, vagyis a német vengyel határa kiegyezve. Ugye itt a nyugatnémet revansizmust ö, helyezte vád alá. A vita során ö, többen, mert mint a PB-ben, a trianoni határokra vonatkozóan szólaltak meg, köztük erdélyi származású PB tagok is. Végül Kádár foglalta össze a vitát. Először is visszautalt Nemes Dezső elvtárs felszólására, hogy kiket érdekel a határkérdés. Idézem, Nemes elvtárs azt mondja, <coughs> hogy bizonyos réteg. Én meg tudom mondani, hogy milyen réteg. Munkások, parasztok, értelmiségiek réteke. Ez a kérdés mindenkit izgat. Kádár ezután saját töprengéseivel folytatta a mondani valóját. Ha szabad itt a politikai bizottság előtt így nyilatkoznom, elárulhatom, sokszor gondolkoztam A Második világháború befejeződött helyes végeredménye, mert a szövetségesek kijelentették, hogy semmiféle módosítást nem csinálnak. Helyreállították itt nálunk is a status quo ez rendben van. Hanem az a status quo olyan, hogyha a marxizmus szerint nézem, egy imperialista szerződés. Ez így volt. A trianoni békeszerződés és imperialista rabószerződés a Versailleshoz hasonlóan. Igazságosnak kell nevezni a II. világháborút vezáró szerződést, de ami helyre van állítva az imperialista rabószerződést. Én, mint kommunista teszem föl magamnak ezt a kérdést. Itt álljunk meg és szúrjuk közben, hogy sajnos nem csak a kérdést tette föl magának Kádár kommunistaként, de a választ is kommunista adta meg, az idézet folytatódik. Mi mire mondjuk, hogy visszaállítottuk a rabó szerződés kereteit. Azért, mert megváltozott a világ. Öt szomszédunk van, mind az ötnél van valami tőlünk, és az öt közül négy szocialista ország. A véleményem az, hogy végül is a kommunizmus eszméje győzni fog, és ez fogja megoldani a népek kérdéseit, a nemzeti fejlődés problémáit, a határvidákat. Őrültség venne azt mondani, hogy nincs határprobléma. 18 éve ezzel küzdik a párt. Idézet vége. Tehát Kádár itt arról beszélt, hogy mindezt majd a kommunizmus megoldja. Most még négy évet menjünk előre az időben, 1968-ra. Ebben az évben nem csak a csehszlovákiai megszállás folyt, a prágai tavasz, hanem Márciusban a magyar írók azzal a renitens ötvette váltak elő, hogy tegyék hivatalossá a kettős kötődés elvét, vagyis azt, hogy a határon túli magyar írók nem csak az adott ország irodalmához tartoznak, hanem az összmagyar irodalomhoz is. Hosszabb húzavona után Kádár maga ment az író elvtársakhoz és tette helyre a dolgot. Idézem. Mi hallottuk író elvtársaktól nagyon gyakran, hogy nem elég jól, nem megfelelően kezeljük a hazafiság kérdését, Más művész emberek, például Kodály szemrehányást tett Emlékszel, amikor Kodály a hazafias népfront kongresszusán felkiáltott Azt a kis nacionalizmust is elveszik tőlünk, mi marad akkor nekünk szegény magyaroknak Persze ő nacionalizmus alatt mást értett, inkább a hazafias érzést értette alatta Meg ilyen kritikai észrevételt elég gyakran hallunk, amikor a szomszéd országokban élő magyarokról van szó Hogy nem megfelelően foglalkozunk velük Elvtársak, nehogy azt higgyék, hogy mi rosszabb hazafiak vagyunk, mint mások. Semmivel sem vagyunk rosszabbak, meg jobbak sem, de semmiképpen sem rosszabbak. Higgyék el, hogy az itthon élő magyarság, vagy a szomszédországokban élő magyarság, vagy más világrészeken élő magyarság érdekében mi, csak például mondom, a pártitkásan KB osztályvezetői ugyanúgy megtesznek mindent a világon, ami lehetséges, hogy jobb legyen nekik, mint bármelyik író. Nézzék el, ha mi felöltvenül akarnánk kezelni ezt a nemzeti kérdést, meg a szomszédoknál lévő magyarok kérdését, akkor, ha úgy fogjuk fel a politikai bizottságot, mint egy közkereseti társágot, ha az nem csinálna más, csak ezeken a nacionalista húrakon játszana, ebből a PB tíz évig megélne. De mi ezt nem tehetjük meggyőződésünk és világnézetünk alapján. Utána Kádár kitért arra, hogy nincs semmilyen jogosítvány a magyar politika kezében beveszólni mondjuk abba, hogy Romániában mi történik a magyar kisebbségekkel, nincs semmilyen felsőbb fórum, ahova mehetnének ezzel. És így folytatta. Azon kívül van még valami, és ezt meg is kell mondani becsületesebb. Én magyarnak tartom magam, de én magyar kommunista vagyok. Nekem az a meggyőződésem, hogyha egy magyar munkás él szabadon, szóval az emberi kizsákmányolástól felszabadult egy más országban, itt pedig kapitalista iga alatt élhet, akkor én azt a másikat nevezem szabad embernek, és nem azt, aki itt él, még akkor sem, ha ennek az országnak az lenne a cégtáblájára írva, hogy Magyarország. Gondolok itt a Horthy rendszerre, meg nem tudom mire. Ez a társadalmi oldala a dolognak. A másik pedig, mivel én marxista és kommunista vagyok, azt tartom, hogy a szocialista országban a nemzeti kérdést, nem azt mondom, hogy nemzetiségi vagy kisebbségi kérdés, mert némely helyeken már rájöttek, hogy nem is így kell nevezni a kérdést. Mondom, egy sok nemzetiségű államban a szovjet, szocializmus elvei alapján, a marxizmus elvei alapján tisztességesen lehet, meg lehet és meg is kell oldani olyan értelemben, hogy az a más nemzetiséghez tartozó egyén társadalmiak szabad legyen, és ugyanakkor nyelvében és kultúrájában is szabad legyen, és magyarnak vagy örménynek vagy nem tudom minek érezhesse magát. Idézet vége. Szóval a végén csak kibújt a szögazságból. Igazi Kádárista összekacsintós gesztusnak kétértelmű szövegnek indult, még arra is utalt benne Kádár, hogy ő is mondta annak idején a Csonka Magyarország nem országot az elemi iskolában. Reál politikai érvelést is igyekezett belevenni, tehát azt, hogy semmilyen módon nincs behatása a magyar népköztársaságnak a szomszédos országban élő magyarságra. Ez egyébként hazugság volt pontosabban, hogy semmilyen módon nincs is lehetősége befolyásolni az életüket. Végül is ez a szöveg, ennél jóval hosszabb volt a beszéde, csak a kisállami, alárendelt helyzetű csatrós nemzet vezetőjének a nemzeti kötődését a függelmi viszonynak és az eszmének alárendelő hitvallásra sikeredett. És végül az utolsó hatodik tézisem szerint, a határon túli magyarokkal szemben bármilyen hivatalos állásfogaláshoz, Akár a durván elutasító 58-as állásfoglalásokat tekintjük, akár a 68 utáni, valamilyen külső tényező hatása kellett. Ez a külső tényező pedig nem volt más, mint Nikolaj Ceausescu és az ő munkássága, amely végül is lehetővé tette Kádár számára, hogy kievickéljen a másodrendű csatós szerepéből, az átlag csatlós, átlag szovjet uh, helytartó szerepére. Most uh, sajnos erre nincs uh, idő, hogy ezt részletesen vegyük, hogy a 70-es években milyen lépések zajlottak ebben a tekintetben. Uh, mindössze egy dolgot szeretnék idézni. 1971-ben a súlyos bodó és elmélyülő szovjet-román Távolodási folyamat közben került sor a PB január 26-i ülésén az alábbi párt központi bizottság külügyi által előterjesztett anyag megvitatására idézem. Terheli a magyar-román viszonyt az a román gyakorlat is, amely arra irányul, hogy adminisztratív intézkedésekkel csökkentse a magyarországi évetnek, az itteni intézkedéseknek, magyar sajtótermékeknek stb. a hatását a romániai magyarságra. Továbbá az az erőszakolt törekvés amely Erdélynek kezdettől fogva román földé nyilvánítását szorgalmazza. A romániai magyarságot sújtó intézkedések a fent említett kérdésekben elfogadott román álláspont, a rokoni és más csatornákon keresztül rendkívül kedvezőtlen vízhangot váltanak ki hazánkban, különösen az értelmiség körében, és alkalmasak arra, hogy nacionalista hangulatot szítsanak mint Romániában, mind Magyarországon. Eddig az előterjesztés vonatkozó passzusa. A már említett nemes Dezső a vitában meglepődött sértődöttséggel jegyezte meg, idézem, egyetlen szocialista ország sem, még a helyesen felfogott nemzeti érdekeit sem helyezheti a szocialista közösség érdekei fölé. Ők, már mint a románok, pedig fölé helyezték, idézet vége. A vitában egyedül nyers Rezső kockáztatott meg ö, valami olyasmit, hogy ők Erdélyt románosítani akarják, idézem, mi ezt nem ismerjük el. Ez egy hosszú távú kérdés. Elismerjük, hogy Erdély román is, magyar is, és ahogy haladunk a mai világ felé, valószínű kisebbíthetőek az eltérések, Idézet vége. Kádár ekkor már kihátrált az egészből, igyekezett ezt a nemzeti vonatkozást elhajtani magától. Végül, 1970 es években még egy határozat született az MSZNP csúcsvezetésében. Ebben elég tehetetlen és semmit mondó megfogalmazásban foglalkoztak a határon túli magyarokkal, de meg kell jegyezni, hogy ez már kényszerűségből a kultúrnemzeti felfogás felé egy vépés volt, vagyis a felé, hogy a határokon túli magyarok is egyáltalán felkerüljenek a magyar párt és állami vezetés térképére. Befejezésként pedig a következőt kell megállapítanunk. Kádár János számára a legfőbb rosszat jelentő horti időszak nacionalizmusa és a kor társadalmi rendszere egybemosódott a határon magyarok és trianon kérdésével. Ezt az idegenkedést erősítette meg 1956 nemzeti Szabadságharcára és az erre alkalmazott Andropov formula. Vagyis a magyar nacionalizmus nem tudták új formában elképzelni, csak hortizmusként. Számukra a magyar népi nacionalizmus nem létezett, csak úri nacionalizmus, amely a végső antitézist jelentette. Így tehát azt mondhatjuk, hogy a Szovjetunió által teremtett történelmi galaxisban a magyar nemzeti eszme zavaró tényező volt, és Magyarország helyegye a Kárpát-medencében a másodosztályra szólt. Kádár alapvetően nem nemzetben gondolkozott, hanem hatalomban.